Több mint 30 éves álom vált valóra az új győri szennyvíz átemelő és nyomóvezeték kiépítésével, amely kikerülve a belvárost a Petőfi térről vezeti el az ideérkező szennyvizet. Gyorsabb és könnyebb lesz a szennyvizek lefolyása Szigetben, Újvárosban és Pinnyéden. Frissebb állapotba kerülnek ezek a szennyvizek a tisztítótelepre rövidebb idő alatt, és nem járják körbe a félvárost a belvároson, részben gyárvároson keresztül, amíg a tisztítótelepre tudnak jutni. A 3,5 km hosszú távvezeték a városrészeken túl Abda, Bölcs, Ikrény és Rábapatona szennyvizét vezeti el, de a rendszer ki tudja szolgálni a környék sport és lakásfejlesztési igényeit is. Csökkenhet a bűzhatás, és megoldódhat a mélygarázs vízelvezetési problémája is. Mindenképpen enyhíteni fog a belvárosnak a terheltségén, és mivel tehermentesítésre kerül egy része az ottani csatornakapacitásnak, ezért az ott keletkező csapadékvizeknek a fogadása is könnyebb lesz, a számukra nagyobb tározók térfogat fog rendelkezésre állni. Reméljük tőle, hogy a dunakaputéri problémákat is megoldja. A fejlesztés csak nem 30 ezer embert érint. A Pannonvíz 700 millió forintos beruházását 100 millió forinttal támogatta a város. A Réfalú, Sziget és a belváros szennyvízelvezetését biztosító rendszer hát az elmúlt időszakban kevésnek bizonyult, és főleg akkor, amikor komoly mennyiségű eső zúdult erre a területre. És fontosak azok a beruházások is, ami nem csak látványberuházás, hanem ebben az esetben abszolút életminőséget és nem láthatóan, de mégiscsak segíti az itt élőket, itt élő embereket. A próbaüzem március végén indult. A rendszer május 10-től működik élesben.